Egyre nagyobb izgatottsággal készül a keresztény világ karácsony ünnepére, Jézus születésére. A várakozást az adventi koszorúk gyertyái jelképezik. A karcagi református nagytemplomban szombaton kigyúlt a harmadik gyertya fénye is. A hétről hétre egyre nagyobb fényt adó gyertyák Jézus eljövetelének közelettét szimbolizálják. A koszorún minden egyes gyertyának saját jelentése van. Az első gyertya a hit jelképe, a második gyertya a remény jelképe, a harmadik rózsaszín gyertya az öröm jelképe, a negyedik utolsó gyertya a szeretet jelképe. A négy gyertya együttes lángja a Jézus születésekor szétáradó világosságot, azaz ezeket a tőle kapott erényeket testesíti meg. A gyerekek izgatottan számolnak vissza, hogy még mennyit kell aludni karácsonyig. A felnőttek pedig éppen az ünnepi várakozás napjaiban stresszelnek rá arra, hogy mindenkinek meglegyen az ajándék, minden alapanyag készen álljon a nagy karácsonyi sütéshez, főzéshez. Tömve vannak az üzletek, napról napra nő a feszültség, miközben az advent ennek ellenkezőjéről kellene, hogy szóljon. Az advent jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme. Megérkezni és türelemmel várakozni. Milyen egyszerűnek tűnik mindez, milyen könnyű kimondani, de milyen nehéz ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani. Mert olyannyira elfoglalnak minket a hétköznapokban a feladatok, a kötelezettségek, a világnak való megfelelés kényszere, hogy amikor egy kissé lassítani kellene és szeretteink felé fordulni, bizony csak nehezen vagyunk képesek a megállásra, az odafigyelésre. Talán az, hogy a mindennapokban a várakozás sok-sok negatív élménnyel függ össze. Türelmetlenséggel, tehetetlenséggel párosul, közben a nagy sürgés forgásban oly könnyen feledkezünk meg a hozzánk legközelebb állókról, az otthon nyugalmáról, szeretteinkről, miközben pedig lelkünk mélyén csupán erre várakozunk. Szombaton a negyedik gyertya fénye is kigyúl Karcag adventi koszorúján. Teljes lesz a világosság, a hit, a remény, az öröm és a szeretet jelképei világítanak a karácsonyi éjszakában.